Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök október 30-án, hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Esőkerttel gazdagodik a Neldas utca. Dr. Jónás Béla vezetésével folytatja munkáját a Városi Nyugdíjas Klub. Az ausztrál őslakosok világába kalauzolt a múzeum. A 90. jubileumát ünnepelte idén a Tatai tófutás. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően innovatív vízgazdálkodási módszereket mutattak be az Újhegyi Bölcsödében. A projekt a Neldas utca új útburkolatának vízelvezetését oldja meg környezetbarát és fenntartható módon. Helyben tartja és hasznosítja a csapadékvizet, az a talajcserével és speciális növényzettel való beültetés, aminek kivitelezését a napokban kezdték meg a Neldas utcában. Az úgynevezett esőkertekbe ezen a szakaszon lágyszárúak és törpecserjék kerültek a földbe, így biztosítva a vízmegkötő képességet, de a projekt más előnyökkel is jár. Útfelületről lévén szó sajnos károsanyagok is kerülhetnek az útfelületre, így gyakorlatilag hogy ez egy homokos keverék került az esőkert altalajába, és ez gyakorlatilag megszűri ezeket a károsanyagokat, és nem pedig direkt elvezetéssel kerül az élővizekben, mint egy normál csapadék elvezető csatorna. Itt külön olajfogókat és egyéb olyan műtárgyakat, illetve műszaki eszközöket használnak, ami beruházásigényes, fenntartásigényes, viszont az esőkertekben ez gyakorlatilag a természet megoldja, és az esőkertekben élő gombák és baktériumok lebontják ezeket a veszélyes, vagy éppen nem oda illő anyagokat. Tatabáros önkormányzata azon 14 sikeres pályázó települési önkormányzat között van, amelyek az elmúlt évben támogatást nyertek a Belügyminisztérium által koordinált klímagazdálkodást és természetes vízmegtartást ösztönző önkormányzati pályázati programon. Erre 86 település pályázott, és Tata azon 14 települési önkormányzat közé tartozott, amely lehetőséget kapott, hogy részt vegyen ebben a programban. Ennek a keretében megközelítőleg 3 millió forint támogatást nyert el. Összességében a projekt mintegy 15 millió forintból valósult meg, és a lényeg nem más volt, hogy esőkerteket alakítsunk ki az Újhegyi utcához kapcsolódóan a Neldas utca területén. A Bölcsöde környéke is alakul, fejlődik. A Bölcsöde szomszédjában telkeket alakítunk ki. Ezeket a telkeket most ugye olyan körülményeket kell teremteni, hogy itt építkezni lehessen, használni lehessen. Az utat is sikerült megcsinálni saját költségből, azon kívül martaszfalttal sikerült a dombtetőig is leaszfaltozni az utat. Elsősorban azért, hogy a dombtetőről a hordalékot ne hordja az esővíz a szilárd burkolatra. Most az esőkert kialakítása következik. Az esőkert egy különleges dolog. Azt is mondhatnánk, hogy egy kezdeményezés az országban. Részleteikben nem mennék bele, csak annyit, hogy azért örülök neki, mert nem csak arról van szó, hogy itt a csapadékvizet elvezetés problémáját oldjuk meg, hanem a csapadékvíznek egy olyan fajta hasznosítása valósulhat meg, amely egyrészt a helyi klímát is javítja, másrészt pedig ez a víz, ha elpárolók, akkor itt marad, a felhő lesz belőle, leesik eső formájába, bekerül a víznyelőkbe, karszjáratokba, tehát akár még a karszvíz is lehet belőle. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Gábort váltja az elnöki székben dr. Jónás Béla, a Városi Nyugdíjas Klub élén. Erről döntött a tagság október 27-én a rendkívüli közgyűlésen. Dr. Jónás Béla így a város egyik legnagyobb és legaktívabb civil szervezetét vezeti a jövőben. Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Városi Nyugdíjas Klub október 27-én a célból, hogy a vezetőség és a felügyelőbizottság tagjait megválasszák. Jelenleg a nyugdíjas klubunk a 150 fős. Ma felveszünk 6 főt, jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy 161 fő fog majd jelen lenni. Ennek a 50% plusz 1 fője jelenti a határadatképességet, és akkor szavazhatunk. Természetesen két évet írnak alá, egy jelenléti évet, és egyet, hogy majd szavazni fognak. Tehát aki itt van, az szavazni is fog. A Gáborral, a volt elnökkel úgy beszéltük meg már áprilistól, hogy minden saját pénzből megy. Tehát mindent a tagok maguk vállalnak,
nekünk az volt a dolgunk, Gábornak is, és nekem is, hogy ahol csak lehet, leszorítsuk az árakat. Tehát ezt kell, hogy mondjam, hogy a klubtagság, a elődeim, a Kun Imre, aki nagyon jól vezette a csapatot, a Gábor, aki hát sajnos belehalt ebbe az egészbe, egészségügyi problémája voltak, szívébe de voltak gondok, de nem lehet ezt kiszámítani. Ha az ember tudna előre a sorsát, akkor természetesen más csinálna. A találkozó alkalmával Tataváros polgármestere is beszámolót tartott a 2023-as fejlesztésekről, valamint a jövő esztendőt érintő tervekről. Az egyesület életének menni kell tovább, a közösségnek tovább kell szervezni az életét, úgyhogy én azt remélem, hogy az új vezetés egy olyan méltó folytatója lesz a nagy elődöknek, Kun Imrének, Nagy Gábornak, hogy ezt a közösséget, azt a nagyszerű közösséget, amit hosszú-hosszú évtizedek óta szerveztek össze, verbúváltak össze, tovább tudja vinni. Igazán jó dolog közéjük jönni, hiszen az ember mindig megfiatalodik közöttük is, és azt érezhetjük, hogy az az aktivitás, az a tenni akarás, az a jókedv, ami itt van, az másokat is majd be fog lelkesíteni. Úgyhogy én minden kedves nyugdíjas tatait jó szívvel bíztatok, hogy eddig nem gondolt arra, hogy a nyugdíjas klub tagja legyen, akkor most itt a új lehetőség, új vezetés lesz, további nagyszerű programok és új lehetőségek nyílnak a nyugdíjas klub előtt, úgyhogy fogja magát, aztán jelentkezzen bátran a nyugdíjas klubba. Élet az államidő után. Kivételes néprajzi gyűjtemény debütált szeptemberben a Kuni Domokos Múzeumban. A Vártoronyban Pintér László ausztráliai őslakosoktól begyűjtött rendkívül gazdag tárgyi anyagában Antoni Judit kalauzolta az érdeklődőket. Csurunga, lonka-lonka és még számos különös hangzású névvel illetett őslakostárgy vendégeskedik szeptember óta a Vártornyában. Pintér László ausztráliai néprajzi gyűjteménye a Tatai Múzeumban a legújabb időszaki kiállítás, melynek anyaga kalandos úton került a Kuni Domokos Múzeum birtokába. Többek között ennek részleteibe avatta be az érdeklődőket az Élet az államidő után című könyv szerzője Antoni Judit. Azt szeretném elmagyarázni, hogy egyáltalán hogy jött létre ez a kiállítás, milyen kapcsolatban volt Tatával Pintér László, Skoflek tanár úr, Almádi Zoli, tehát mindazok, akik ebben a gyűjteménynek a létrejöttében szerepeltek, meg én is mit keresek benne. És megmutatom, hogy nagyjából mi az a menetirány, amit követni kell ahhoz, hogy megértsük az egészet. Egyébként van egy könyv is, ami erről szól. Ami igazán érdekes, egyrészt az, hogy tényleg a mindennapi életnek a tárgyait is bemutatják, tehát külön a nőkét és külön a férfiakét, mert végül is eléggé elkülönült egymástól a két nem, az élete is és a használati tárgyaik is. És azon kívül a Laci hál' Istennek hozzájutott olyan tárgyakhoz is, ami nagyon titkosak, rejtett, kevés ember jut hozzájuk, például az említett csurungák, szóval abszolút fantasztikus tárgyak és gyönyörű szépek mellesleg. Egyébként ilyen gyűjtemény Magyarországon nem nagyon van. Van egy nagyobb gyűjtemény a Néprajzi Múzeumban, de nem ennyire sokrétű. Tehát ott van például 800 apró pici pattintott penge, ami számbelileg sok, de mondjuk egy dobozba elfér. Van néhány hasonló tárgy, de nem ennyi, és van a Gödöllői Múzeumban is, azok viszont sokkal modernebbek. Ez az a korszak, amikor éppen a változás volt, tehát még Laci talált olyan embereket, és ezekkel nagyon jó barátságban volt az őslakosok között, akik még a régi életmódot próbálták fenntartani, amíg lehetett, és ugyanakkor már kezdtek megjelenni a modern dolgok, tehát a fémeszközök és egyebek. Most a Ignác Feri bácsi féle anyag Gödöllőn az már a modern, tehát amit reptereken és egyéb helyeken lehet vásárolni. Ez az archaikusabb, és ezért ez sokkal-sokkal érdekesebb és értékesebb anyag is. A Futó Sport Egyesület, Tataváros önkormányzata, valamint a Hódi Sport Tata kajak-kenu szakosztálya szervezésében október 28-án szombaton rendezték meg a 90. Tatai tófutást és a 22. Csulóbalú emlékversenyt. A felhíváson idén is sok sportoló tette tiszteletét.
Ismét megtelt a sport szerelmeseivel az öreg tópartja, hiszen 90. alkalommal szólalt meg a tatai tófutás rajtját jelző duda. A megmérettetés nagy népszerűségnek örvend minden korosztály számára, a gyerekek 2 kilométeres, míg a felnőttek 7,1 vagy 14,2 kilométeres távokon teljesíthettek. Az őszi felhívás azonban egy mély üzenettel is rendelkezik, hiszen 22 éve egy emlékverseny is a program. Így a futók méltóképpen fejezhetik ki tiszteletüket azok iránt a tatai sportolók felé, akik már nem lehetnek közöttünk. 2001-ben Csuló hagyott itt minket, Fülöp András, aztán sajnos ez a kör bővült, Ádám Balázs, akit Balúr néven ismertünk, ő is elhunyt. Aztán Csasszi, ugye, aki a kajakháznak a vezetője volt, és Ádám Peti, ő a negyedik sportársunk, akinek emlékére rendezzük ezt a versenyt. Nagyon sokan jönnek olyanok, akik barátai voltak, sportársai ezeknek a versenyzőknek, a gyerekeken kívül, akiknek nagyon örülünk. Nyilván ők már nem ismerhették őket sajnos, de talán így megismerik egy kicsit. A két verseny győzteséhez, tehát az egykörösen, ami most indult el, ez a hölgyeknek, a női versenyzőknek emlékverseny, oda ők kerülhetnek föl, és egy óra múlva 11-kor rajtoló 14 kilométeren pedig a férfiaknak emlékverseny. És azóta, amióta szervezünk, azóta van egy Vándor Serleg, és rajta az összes név a győztesek nevei. A futás egy nagy esőzést követően napsütésben zajlott, amely kedvező volt a versenyzőknek is. Az indulók közül sokan a mindennapokban is sportolnak, így nem áll tőlük távol a tókör teljesítése. Nagyon könnyen ment meg, jól éreztem, jó időnk is volt a futáshoz, szép futóidő van. Eléggé sáros volt, de próbáltam kikerülni, és szerintem sikerült. Jó, egy picit látszik a lábamon, de belefér. Még az elején láttam magam előtt férfi futókat, de ők elmentek, aztán egyedül időt, tempót szerettem volna futni, de jobban sikerült, mint amit terveztem, úgyhogy ennek nagyon örülök. Én tájfutok, meg judózok is mellette. A rajthozállást koszorúzás előzte meg az új kajakház és ökoturisztikai központnál Csuló, Balu, Csasszi és Ádám Péter emlékére. Tataváros önkormányzata, Tataváros diák önkormányzata és a Te vagy önmagad legjobb verziója egyesület kerékpáros időmérő versenyt hirdet általános és középiskolás diákoknak. A verseny helyszíne a Pumba pálya lesz november 10-én délután 3 órakor. A tanulók a helyszínen jelentkezhetnek a versenyre a rendezvényt megelőzően. Szabó Vincz Dóra Kényszervallomány című könyvének bemutatóját november 10-én este 6 órától rendezik a Talentum Művészeti Iskolában, Tatán a Csapó utca 2-4 szám alatt. Az eseményen az illusztrációban részt vállaló diákok is megszólalnak, valamint köszöntőt mond Rigó Balázs alpolgármester is. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer röviden. Esőkerttel gazdagodik a Nádas utca. Dr. Jónás Béla vezetésével folytatja munkáját a Városi Nyugdíjas Klub. Az ausztrál őslakosok világába kalauzolt a múzeum. A 90. jubileumát ünnepelte idén a tatai tófutás. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 30-án hétfő este a tatai televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, friss hírekkel pedig legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!